Tudtátok, hogy a világon az emberek nagyjából 90%-a jobbkezes? Jobb kézzel írnak, jobb kézzel rajzolnak, jobb kézzel tartják a telefont a kezükben. A bal kéz meg csak ott lóg, mint egy ernyett fasz haszontalanul, várva az idővel bekövetkező elkerülhetetlen véget. Ameddig te mosodra fogadod a jobb kezeddel, a bal kezed szomorúan várja, hogy legyen vele kezdve valami. Meg is örül, amikor végre egy nehezebb csomagot kell cipelni, és akkor az ő segítségére is szükség van, de a csomagból már a jobb kézzel szedjük ki a cuccokat, a műhelyben jobb kézzel fogjuk a kalapácsot, és a bal kéznek kell tartani a szöget, elviselve neki a félreütés kellemetlenségeit, hogy aztán a munka végeztével az esti meccs után jobb kézzel verjük ki, ameddig a bal kéz csak szomorúan mered előre, és imádkozik, hogy valamiért vágják már le azt a kurva jobb kezét, hogy bebizonyíthassa, ő is alkalmas bármilyen feladatra. De ameddig ez nem jön el, a bal kéz diszkriminálva van. Sok kultúrában vallják úgy, hogy a bal kéz használata szennyes, és bal szerencsét hoz maga után. Kirekesztik azt, aki a bal kezével tevékenykedik. A diszkrimináció nem minden esetben tudatos, de a bal kezet ez már nem hagyja meg. Előbb-utóbb betelik az a pohár. Amikor a világ már nem fog tudni, mit kitalálni, és már kurvára unatkozik, eljön a bal kezes ideje, amikor majd egy ember feláll és elmondja a nyilvánosságnak, hogy a balkezessége miatt hátrányos helyzetben él, elítélik őt, megveti. És akkor majd Hollywoodban a balkezesek fogják a főszerepeket játszani a 20 évvel későbbi Disney remékekben, balkezes lesz Ariel és Herkules, és balkezesek fogják rendezni a filmeket háttérbe szorítva a jobbkezeseket. Sok év múlva egy celeb híresség beperli a volt férjét, hogy 15 éve jobb kézzel ujjaszta meg, és az emberek üvöltve adnak neki igazat, aminek hatására még több per következik, és eljön a Me Too 2. Aztán majd persze jönni fog a jobbkezesek Johnny Depp, aki élőbeszégyeníti meg a balkezes Amber Heardot. De az még odébb van. A folyamat már most elkezdődött. Még nem érezzük a hatásait, még nem került be a mainstreambe, de folyamatban van. Józsi bácsi tette meg az első lépéseket. Jobb kéz, jobb oldal! A Fidesz egy jobb oldali szenny, Orbán Viktor egy méreg Magyarországnak! Minden jobbkezes, jobb oldali, ezt kellett meglátnom! Takarodjatok az ismerőseim közül! Nem tudom, észrevettétek-e, de Józsi bácsi egy kicsit ingerült. A logikája viszont zseniális és megkérdőjelezhetetlen. Jobbkezes vagyok és a Momentumra szavaztam. Ok, majd elhiszem, nyolja csak Orbán Viktor meg a torockai seggét! Én is jobbkezes vagyok, és nem a Fideszre szavaztam! De igen! Hát mondom, hogy nem, rühellem őket! Magyarázd be az anyád picsájának, aki jobbkezes, az jobboldali pont! Gondolnád, hogy troll, de nem, amióta fent van a Facebookon 10 éve ezt a jobbkezes meglátást tolja. Aki nem a DK-ra szavaz, az egy bocsok jobbkezes csótány! Gyurcsány Ferenc is jobbkezes. Na és itt valami történt az öreg agyában. Ezt az információt valahogy fel kellett dolgozza, de nem ment. Hazudjon az anyjának, ne nekem! Gyurcsány Ferenc baloldali, tehát balkezes! Önnek ez tényleg ennyire logikus? Balkéz, baloldal, jobbkéz, jobboldal! Úristen! Takarodj a picsába a jobbkezeddel! Balkezes vagyok és a Fideszre szavaztam. Akkor te egy buzi vagy, aki nem találja helyét a világban, ha Hitler élne, az ilyenekt már kiölte volna! Hitler is jobboldali volt, tehát jobbkezes volt. Itt megint programhiba lépett fel. Józsi bácsi kereste a megfelelő érvet. Nagyon sokáig nem jött válasz majd. A kurva anyád! Mi a tanulság a mai videónkból? Ha jobbkezes vagy, fideszes vagy, ha balkezes vagy, akkor meg baloldali. Ha meg ambidexter, tehát kétkezes vagy, akkor meg középen vagy a centrumban a Puzsér Róberttal, aki legjobb tudomásom szerint amúgy jobbkezes, de hát a faszom se érti már Józsi bácsi logikáját. Úgyis az lenne a válasz, hogy a kurva anyád. Magyarországon az emberek mindenben megtalálják a politikát. Szegény ovis meg kisiskolás gyerekek már előre tudni, kire fognak szavazni. Köszönjük, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, ha jobbkezesek vagytok, a balkezesek meg szintén iratkozzanak fel. Lehetek csatornatok plusz tartalmakért, hamarosan találkozunk. Sziasztok!